A reggeli vizit zajlik épp a Moson-Magyaróvári Hospice házban. Jelenleg is teljes kapacitással működik az intézmény. Egyre nagyobb szükség van a végstádiumú betegeket ellátó hospice házra. Az előjegyzések alapján csupán a betegek 50%-át tudják felvenni a házba, míg 2021-ben 77 beteget, tavaly már több mint 90 beteget látott el az intézmény. Emellett pedig az előjegyzések listája is egyre hosszabb. A Moson-Magyaróvári intézmény a megye első 10 ágyas hospice házaként nyílt meg 2020 júniusában. A működtetése pedig azóta is hármas finanszírozási formában valósul meg. Egy minimális állami támogatás mellett egy jelentős, több mint 70%-os Moson-Magyaróvári önkormányzat és kistérségi támogatás, és az alapítványból egészítjük ki a költségvetést. Természetesen folyamatosan érkeznek az adományok az alapítványra, nem csak pénzbeli, mert sokszor nagyon sokat segítenek a dologi adományok, mint pelenka, gyógyszer, élelmiszer. Szinte nincs olyan nap, hogy ne csengetne valaki, és ne hozna valamit, amit ezúton is szeretnénk mindannyiunk nevében megköszönni. A hospice házban olyan végstádiumú betegeket látnak el, akik már sem kemo, sem sugárterápiában nem részesülnek. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a lelki és szociális igényekre is, a betegek gondozása és életminőségének javítása mellett. Fájdalomcsillapításra nagy hangsúlyt fektetünk, azt napi szinten megbeszéljük, mindig meg van mondva a betegnek, hogy igazából szóljon, és akkor mi azt emeljük, a tapaszokat vagy a gyógyszereket, úgyhogy szenvedni nem kell. A hozzátartozók bejöhetnek, ugye látogatási korlátozásunk nincs, 0-24-be, ha gondolják és szeretnének, itt tudnak lenni, akár éjszaka is a betegek mellett. A legvégső stádiumban, hogy elkísérjék a hozzátartozójukat. Ezt azért ki is használják, és van rá erre is szükség. Moson-Magyaróvár városa évente 50 millió forinttal támogatja az intézményt. Ez a ház idei költségvetésének nagyjából a felét teszi ki. A 15 millió forintos állami támogatás és a kistérség támogatása mellett nagy jelentősége van az önkéntes adományoknak is. A pénzbeli adományok mellett a tárgyi adományok is nagy segítséget jelentenek a hospice háznak. Az ágyneműtől a felesleges hálóruhákig, az élelmiszerig, a pénzadományig, a feleslegesnek ítélt gyógyszerekig, amiket mi átnézünk természetesen, hogy tudjuk-e használni, illetve azért azt is elmondanám, hogy azok az adományok, amik itt nem kerülnek felhasználásra, azokat nem kidobjuk, hanem továbbadjuk többek között a hajléktalan szállónak. Ha valaki támogatni, segíteni szeretné a végstádiumú daganatos betegségben szenvedő emberek ellátását, a tárgyi adományokat az intézmény Lócz Károly utca 2-es szám alatti címére viheti. Aki pedig pénzösszeggel szeretné támogatni az intézmény működését, a képernyő alján látható számlaszámon fogadja az adományokat a Hospice Segítőkéz Alapítvány.